Levente alszik. Levente most jött haza. Kárboldozni fogok. Később kezdődjön a fiam. Levente most jött haza. Levente dolgozni volt a kutyagyárba. Milyen volt a munka, Levente? Mi a helyzet, Levente? Milyen volt? Szopás volt. De mi miatt? Megállt a menetrend? Hát a végén már igen. Igen? Volt valami fennakadás? Géphiba, ilyesmi? Mondd el. De nem kell, hogy hol meg ilyesmi, csak hogy mi volt a probléma? Keverőgép, vagy mi? Nem, én voltam a darálónál, és az már egy ideje nem, be volt. Tehát gyűlt benne a por, meg a kosz, és egyre nehezebben akart benne menni a cucc, és ezért eldugult folyamatosan, és nem tudtam dolgozni. A jobb oldali daráló, ahova öntünk befele, vagy az, ami tölti fölfele? Másik. Másik? Aha, jobb oldali. De akkor romanyi srác nem volt? Az egy heten. Egy hete? Úgy döntött, hogy nem jön. Hát aztán ő mindig lehet, úgy dönt. Aztán lehet, hogy jövő hétfőn meg beállítod. Nem. Benjo, mit akartál? Kárboád? Igen. Na hozzad. Hozzad. Mutatunk neked valami érdekesen. Levente elvitte magával a kárboádot, mert ő is kárboádozni akar. Nem kárboád. Vissza kell vinnem, akkor itt védjárgal. Itt a kárboád, nézzétek, hogy meg ellopta, nem? Miért kell visszavinni a kocsit vissza? Anya, nem sokára jön. Hánykor jön? Hát egyszerűen csak mindjárt felhívjuk. Az a nem sokára, az még ki tudja, hogy mikor. Már úton van. Nem, már úton van. Na szólt. De hogy is, hát felhívjuk, már úton, nem már. Ne. Nincs úton, apa, vonattal jön. Basszus, nem tudod? Honnan tudod, hogy úton? Hát mert hívott engem, és jóval korábban akart autót, Oszkárt foglalni, de aztán arra se jött neki visszajelzés, jön vonattal. Jön, pe. De ne erről szóljon már, Kárboád. Jó. És itt fogunk vitakozni arról, hogy anya mikor ér haza, mindjárt felhívjuk, az kiderül. De bele a filmbe, érted? Szóval... Tudom, hogy fáradt vagy. Beszeretnék mutatni. De azért kínzol. Nem. De? Nem. Mi a... Ó, kínzol? Hát akkor befejeztem, akkor nem kínzolok. Mi a kín? Mi a kínod? Na, készen van már. Várjál, nem te fogsz kárboárdozni, hülye gyerek. Hanem? Mi az, hogy hülye gyerek? Jó, akkor ő fog kárbaárdozni. Persze, hogy ő fog. Egy felszabadító élmény, érted? Ez olyan, mint a... Mint a... Na. Olyan, mint az 5-ös BMW. Rendben. Rendben. Más példát szerettem volna hozni, de akkor legyen. Minden olyan, mint az 5-ös BMW. Csak azért hajtogatom, mert ott áll egy. Ha. Hát, ha körül kell írnod, hogy hol vagy. És mi. Látszódik. Víz, csónak, tököm. Tessék a pokol. Nem áll. Szel. Víz, csónak, tököm. Ez fotó? Igen, várjál. De most miért? Gyere már. Gyere már, most gomolyan. Szállj ki, lazulj el. Vége van már a munkának. Tehát már gondolatok mehetnek. Szóval például tudod, mit terveztünk? Hogy olyan filmet fogunk csinálni, hogy felhőket nézzünk, hogy milyen alakja van. Tessék, nézzél fel oda a felhőre. Milyen alakja van? Anyád. Össze vissza rám. Jaj, basszus. Hiába mutathatod bármelyik anyád felhőt, ha anyád alakja van, akkor érted? Hiába mutathatod bármelyik. De mindegyiknek. Már meg lakótelep, oda néz. Azt a petussal metussal. Fordíts meg, fordíts. Várj, már hol? De már, tehát hol? Gyere már. Adjál már engem békén! Árja, beállítom a kamerát. Na, ki kellene találjam, hogy hol vagyok? Aha. Jó. Nem. Jó. Alexandria. Jaj, mi? Alexandria. A Sándor. Tudom. Sándor falván vagyok? Tengerpart? Bonyek, de jó a tengerpart, de jó a tengerpart. Szerintem ez egy kikötő amúgy. Igen, egész jó kis csónakok vannak itt. Hajók, meg mit meg... Csónak, pálma! Pálma! Fosztus, itt a part! Milyen kövek ezek? Itt ilyen sétán. Milyen pálmafa? Mekkora pálmafa? Jó, ide dugul a pálmafa, te! Ezen terem valami datója, vagy ilyesmi? Na, ott van valaki az ablakban. Oda nincs, teregeti a ruhákat. Most látom. Mondom, ott van, tessék. Látom, hogy nincsen ki az ablakomban, nem vagyok.
ott van kint egy nő, teregeti a ruhát. Oké, okay, most már jó. Hopp, hopp, hopp! Azt mondja, hogy ez meg egy ott le van takarva egy autó citromsárga valami szírszarral. Egyébként miért ennyire üres az utca? Hisz nyár van, meg tengerpart, meg pálmafák, és egy ember sem lehet látni. Hopp! Nál ide is érkeztünk vissza, azt mondja, hogy... Gyere! Nem jövök! Tessék! Amúgy benne vagy a filmben! Tessék! Visszaadom! Tessék! Én arra vagyok kíváncsi, hogy Levente hogy dolgozott. Tessék! Nem vagy te arra kíváncsi. Nem vagyok semminek. Jó, rendben, nem vagyok kíváncsi. Nem akarsz velem abban. Leveszem én ezt a kamerát. Bemegyek, mert szél az zaj van. Jön, egy csomó ember jön arról. Ja. Beülök a kamerába. Beülök a kamerába, igen. Gyere, Benjo, ülj be hátra. Jó? Itt, itt már akkor kike... Ez szerintem tök egyértelmű lehetne számolni. Persze, de hát ő nem olyan, nem az, aki ezt fölismeri. Nem, én azt tudom, hogy értelmileg ilyen. Nem. De olyant ettél? Nem. De van itt ilyen? Milyen? Most már ez. Miről van szó? Mi az? Cool lunch, dehogy is. Cool lunch. Cool lunch. Nem. Aha. Mexikorn. Itt mi van? Aha. Azt hiszem, te lesz energiadobozzal. Energiadobozzal. Benjamin, add ide a táskámat. Bazd meg, de büdös vagy, bazd meg. Hát nem fogom szégyelni, mert... Tudom, hát csináltam én is ezt, úgyhogy tudom, hogy milyen büdös vagy. Nem tudom, miért, meg, miért. Magam. Mi van? Mert hülye vagy, add már ide a táskámat. Ne hülyézz már. Ezt miért csináljátok egymással? Magyarázd már el, miért kell hülyézni? Mert az! Hát ha nem lenne, az nem mondanám neki. Jó, rendben. Beül az autóba, nem megyünk sehova, és beköti magát. Jó, értelek. Mindent értek. Mutasd meg, hogy mi van a táskádban. Dohány. Tényleg, mikor tervezed a bajnod a dohányzást? Honnan a jó Istenből tudjam, meg nem is tervezem egyenlően, majd egyszer tervezem, amikor már rákos vagyok. Jó, basszus, mi ez a felszereltség? Dohányzáshoz. Mi van? Még mi van? Mutasd meg az orrodat. Az orrodat is mutasd meg, hogy mi van. Én nem ezt érdemlem. Igen. Nem ezt jobb szülőt érdemeltél így volna. Van. Igen. Így van. Gazdagabb szülőt, aki mondjuk nem törődik nem vele. Nem kell, hogy gazdagabb legyen, csak ne te legyél. Most megfojtottam saját magamat, nem hiszem el. És még Benjót hülyézed le, érted? 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 Aki beül az autóba és csak beköti magát. Mert automatikus, mert autóban vagyunk. Megyünk valahova? Vagy mit? Nem, cigét csinálok. És utána elszívod az autóba? Vagy igen. Mi? Remélem, hogy nem. De igen. Se a lakásban, se az autóban nem volt ilyesmi soha. Aj, dehogy nem. Tudod, hogy hányszor, mennyit szoktam cigizni az autóba? Baszd meg, de rohadt büdös vagy. Mi az, nincs dohányzás az autóba. Egyszer, mikor Matyéknál voltunk, egy egész estét itt töltöttünk az autóba, öten. Öt emberből három dohányzott. És mind a hárman egész este a kocsiba dohányoztunk. És a maradék kettő is ezek szerint. A maradék kettő, hát igen, szívták azt, amit mi kifújtunk. Ezt egyébként jó, hogy így utólag vallod be, és nem előre közlöd. Most de mennyire egyszerű benne, érted? Akkor... Mert akkor elkezdeni hisztizni, hogy de ne csinál, nem mondom el, aztán meg később kimegy a szaga, és nem volt semmi konfliktus helyzet. Én jól éreztem magamat, te nem tudsz semmit az egészről, és nem is, nincs is semmi nyoma. És így nincs is semmiféle balhé. Most minek okozzak én magamnak plusz fejtörést azzal, hogy most... De szerinted én balhéznék amiatt... Hát elég sok minden miatt szoktál hisztizni, meg balhézni. Hát ilyen apróságok miatt persze. Persze, hát... Mert azért vannak alap dolgok, hogy például sem a lakásban nem dohányzunk, sem az autóban. Én egyszer már terveztem, hogy soha nem dohányoztam még a szobám. Na jó, most mondom, hogy én egyszer cigiztem a szobámba. De nyitva volt minden, és láttam, hogy megy ki a füst, úgyhogy... Mivel soha nem dohányozhatom a saját szobámba, azért egyszer cigit elszívtam. Basszus! Na mi van, szarnot kell? Igen. Bezárnak a kocsiba? Ez hogy jutott eszedbe? Hát nem tudom, sejtettem. Mert
Hanghordozásból vagy? Miből jöttél rá? Nem tudom, csak gondoltam. Tippeltem. Ez sajnos... Igen, igen. Hallod, menj már a... Menjem én! Nem vagyok erre vevő. Ó, basszus már! Benjo. Aha, egyből is neked is basszus. Nem, mert nekem az tetszik, hogyha vele csinálja. Na! Benjo! Banyák! Most már semmit csinálok. Rohadj szét! Én nem mondok ilyet neki. Na, miért kéne, hogy... Te! Higadjál le! Ne már! Jaj már! Én is ezt mondtam! Mikor? Mi ez? Ez a tetőn, ahogy csikorognak a faágak. Tetőn? Faágak? Kocsi tetőn. Ami mi kocsink tetején? Igen. Odaír a... Rálóg a... Ja, tényleg, hát ide is rálóg. Banyek. Na! Be kell mennem fosni. Ezt vártam. Örülök neki. Például kihozhatod utána a vonalas telefont és felhívhatjuk anyát, hogy mikor jön. Jó. Hogyha bent akarod hagyni Récsegen az autót, hogy jössz vissza? Busszal vagy gyalog? Busz. Mert hogyha, ezt akartam mondani, hogyha gyalog jössz vissza, akkor megyünk veled és visszasétálunk veled együtt. Akkor meg pláne busszal. Ez de őszinte volt, banyag! De mit kéne csinálni? Mi? Bemenni a Récságra. És ott hagyni apát. Ezt a kégyen, na jó van. Én megyek innen a picsába, basszus. Ezek itt akar... Jaj! Oh, basszus. Na, én akkor is ki fogom bírni a WC-ig. Ezt eldöntöttem. És ha én valamit eldöntök... Akkor ez úgy sem lesz úgy. Mondom. Én szerintem a következő dolgokra már nem vagytok ki... Kíváncsiak! Jaj, 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 jaj! Azt a...